Sziasztok, Madaras Magbi vagyok, nézzétek az NSO TV-t! Ami baj volt, hogy a kis Gábor beteg lett, és elég komoly láza volt, és hát ezúttal is szeretném neki megköszönni azért, hogy a csapatért lejött és vállalta azt, hogy lázcsillapítókkal játszol, nem is rosszul. Ez egy csapatdiadal volt, én annak örülök, mert mindenki tette a dolgát, csináltunk egy-két túl dolgot, azok majdnem minden sikerült, nagyon fegyelmezettek voltunk. Nyilván többet hibáztunk annak fényében, ami történt velünk, úgyhogy szemreányas nem kell tenni, meg kell nézni, hogy mivel lehet javulni, és hát időre van szükségünk, úgy érzem, hogy feldolgozzuk, és hozzászokunk az új felálláshoz. Ez a meccsekünk talán a szezon eddigi legfontosabb meccse volt, mert itthon kellett tartani a három pontot, meg hát nem mellesleg, ugye az alapszakasz győzelem felé haladunk. Ugye nyilván ahhoz még nyerni kell a Vasas ellen, meg a Honvéd ellen fönt Pesten, ami megint csak nem lesz egyszerű, de örülök neki, hogy ez most összejött. Nyilván ez hozzájárult ehhez a játékukhoz, talán az egrieknek ez a rossz sorozat, amiben ők benne vannak, az edzőváltás, ugye a 27. Úgy érzem, nagyjából ami Riekában nem működött, a védekezésünk az most jól működött. Előleg kicsit, majdnem rosszot mondtam, gyengébbek voltunk. De hát itt ki lehet kapni kettővel. Én azt mondom, hogy igazából semmi probléma nem volt. Nyilván az a probléma, hogy kikaptunk két góllal, nem szerettünk volna. Tehát nagyon messze van még ez a bajnokság vége. Úgyhogy semmi nincs veszve, megyünk tovább. Mondom, nagyon jókor jön nekünk ez a két hét pihenő most. Múlt évi védekezésünk, ami mindig volt, hogy nem kaptunk 7-8 gólnál többet. Ha nagyon rosszak voltunk, akkor 10, de a 8-at azt tartottuk, és most ez a 6, ez nagyon jó, úgyhogy ezen kell tovább csusszanni. Meg hát azért kijött, hogy nálunk milyen játékosok vannak, nyilván azért mindenki mondja, hogy a Szolnoknak nagy a költségvetése. Nyilván ez hozzátartozik, hogy jó játékosok alkotják, és ilyen jó meccset tudnak játszani, úgyhogy előre tartunk. Döntő volt, hogy nagyon jó egyéni teljesítmények voltak, ugye a Dekker nagyon fontos nekünk, ha jól összerakjuk a védekezés és a Dekker Attila jól véd, akkor van keresnivalónk. Ugye ez a meccs is olyan volt, amikor ő is jól védett, jó volt a védekezés is. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elején még szerencsétlenek is voltunk, amilyen gólokat kaptunk, ilyen bepattanókat. Kikaptunk két gólat, természetesen nagyon rossz számunkra, de azt hiszem, hogy emelt fővel mehetünk el, megtettünk mindent, bele tudunk nézni a tükörben, úgyhogy persze voltak hibák, de megtettünk mindent azért, hogy nyerjünk, nyerhessünk, nem sikerült, nem kell búslakodni, mehetünk tovább.